Hanek. Nagy. Nem tudták megszelidíteni a hazaiak. Okoronkwo. Bajzát kérné, megy is a labdára Vitrédi, és vezet a Pécs 1-0-ra. A 21. percben, a második félidőben hosszú oldalon Vitrédit senki nem követte le. Szabadrúgás kihagyta, fölé lőtte, ez viszont a hosszú oldalon behelyezte a kapuba. Diós Győr, Pécs 0-1. De hogy egyáltalán ebből támadás alakult ki, hát az egy külön tanulmány, hogy mit művelt a Diós Győri védelem a labdával. Egyszerűen képtelenek voltak lekezelni, ebből alakulhatott ki aztán ez az akció. Okoronkwo belőtte, Bajzát nem talált el, jött viszont Vitrédi. Vági nagyon lemaradva, sokat a kapus természetesen nem ér át a rövidre. Kis szövletre figyelnek a pécsiek. Eszkezezés volt, Grumics kézzel ért hozzá, 11-es. Lehet, hogy még ki is áll Grumics, nem csak sárgát kap. Luke nyeri 1-1. A mérkőzés utolsó perceiben büntetőből egyenlít át a Diósgyőr. A gólszerző pedig Luke.